állítólag ti problémákkal küzdött. A támadás után feladta magát, jelenleg amerikai őrizetben van. Az afgánok szerint az incidens tovább szítja a már amúgy is Amerika ellenes hangulatot az országban. Február végén, március elején több ezren vonultak az utcára Afganisztánban, azután, hogy kiderült, a bagrami támaszközpont amerikaiak elégették az iszlám szent könyvének, a Koránnak a példányait.